Anthony Quinn, Mádi Szabó Gábor. Kincses sziget az űrben. Rendezte Antonio Margheriti. Kettes pálya. Fogadjuk a leszállót. Szereplők. Itakonár Dulli, Mináróvics Péter. Philippe Leroy, Gruber Hugo. David Wahlbeck, Fülöp Zsigmond. Klaus Lövics, Dózsa László. Idati Benedetto, Mányai Zsuzsa. Renato de Carmine, Csíkos Gábor. Giovanni Lombardo Radice, Csénémet Lajos. Továbbá Beregi Péter, Bognár Zsolt, Melis Gábor, Úri István, Vas Gábor, Zágoni Zsolt, és Billy Bones szerepében Ernest Borgnine, Szabó Otto. A forgatókönyvet Robert Louis Stevenson a Kincses sziget című regénye nyomán Renato Castellani és Lucio De Caro írta. Fényképezte Sandro Messina. Zenéjét szerezte Gianfranco Plenizio. Az ellenőrző pulthoz fáradni. Kellemes itt tartózkodást. Rendezte Antonio Margheriti. Éhen kórázok! Jó-ho-ho! Mennyi földi jó! Nektek hozta itt a Jimmy! Vége a gyökér és patkány evés! Elak ezekkel, ne kapkodj! Elak ezekkel! Ide nekem! Jimmy, már férfi vagy. Mit akarsz? Szembeszállni velük? Ne feledd! Ezek nem ismernek kegyelmet. De csak tarts velem, én megvédelek. Hé, Silver! Silver! Hát csak mi maradtunk neked. Békét kell kötned velünk. Jimmy, beszélj a hiszpanioláról. Bérj magaddal, te barát! Jimmy, én mindig tudtam, hogy remek fickó vagy. Kezdettől fogva. Na rajta, mondd el szépen, hol az űrhajó? Ne? Hová rejtetted? Egy öbölbe, innen 40 kilométernyire. Na hát, büszke vagyok rád. Azért rejtettem el, mert nem bíztam magukban. Erróra kezdettől gyanakodtam. Aztán magára is, mióta hallottam beszélni a kalózokkal. És azért mentél a roncshoz, hogy őket figyelmeztest? Igen, azért. Le a kalappa. A rohadt kis patkány. Na várjál csak, most megfizetsz mindenért, széttaposlak. Állj! Ez többet ér mindnyájatoknál. Ha valaki itt megérdemli a kincset, az ő. Ha létezik az a kincs. Létezik. Hol van? Ahol a kalapács árnyéka a völgyre esik. Mikor elhagytuk a földet, és te kinéztél az ablakon, említettél valamiféle kalapácsot. Uh-huh. Egy kalapács formájú kő van a fensíkon. Csak hogy az árnyék a körbe jár. A doktor kiszámította, hogy ahova az árnyék 12 előtt 10 perccel esik. 12 előtt 10 perccel? Igen, földi idő szerint.
Jimmy! Doktor! Ó, doktor! Hol voltál? Hogy kerülsz ide? Ereszétek el! Gyógyszer, maguknak hoztam. Köszönjük. Jimmy visszafoglalta a Hispaniolát. Igaz ez? Igen, de ehhez meg kellett ölnöm Hencet. Bátor kiskölyök. Az is milyen lágy szíve van. Ó, látta volna nyűszíteni a sírjuk felett. Meghaltak a barátaim. Mocskos állat! Szétverem a pofádat! Hozzá ne nyújj! Elmondta nekünk, hol van a kincs. Mert azt hittem, hogy mind meghaltak. Silver, beszélni szeretnék magával. Rajta. Négy szem közt. Indíts, a két éltűhöz. Jöjjön, de röviden. Egyszer úgyis kitekerem a nyakát. Te kis patkány, kibeleszlek! Csak rajta. Menj rá. Na, kenylek. Nincs hozzá mersze? Gyere, Ogi. Attól tartok, a győzelem mámorában valamiről megfeledkezett. Mi az? Hans halott. Nincs, aki hazavigye magukat. Tehát? Szükségük van a kapitányra. Őt pedig nem tudják elkapni. Biztonságosabb és jobban ellátott helyen van, mint ez itt. Gondolkozzék csak. Lehet, hogy fél évbe is belekerül, míg megjön a mentőexpedíció. Kibírják addig? Erről majd később. Előbb kiássuk a kincset. Majd utána. Silver! Most pont 12 perc múlva dél. 1:40 van a nyári napi egyenlőség végéig. Azután már egy teljes évet várhat a kalapács szírt árnyékára. Eddig ezt mondható az expedíció fénypontjának. Megtisztel. 2185-ös. Az prima évjárat. Ugyanezt nem mondhatom a kiszolgálásról. Sajnálom, de aglegény vagyok. Magam is, hála Istennek. Ez a helyiség nagyapám szalonjára emlékeztet. Amikor még bohó ifjú voltam. De persze jobb állapotban volt. Gondolom. Igaz is, Mr. Gunn. Ha nem esik nehezére, csinálhatna némi rendet, míg nem jön a mentőexpedíció. Nem esik. De egyelőre vegye át az őrséget. Igen, uram. Én addig megnézem, hogyan boldogul Smollett a távcsővel. Kinyitom. Nincs kilincs. Fogja a botomat, fiatalember. Ó, ó, ifjúság, toltűnt ifjúság. Kapitány, még nem kerültek elő? Nem. A doktor egy halom gyógyszerrel ment hozzájuk. Oh. Én nem tettem volna. Előlem megrohadhatnak. Már csak másfél óránk van. Az több, mint elég. Tegnap nem egészen 1 óra alatt értünk oda a szírthez, a terepszemlére. Igen, de bármi közbe jöhet. A kapitánynak igaza van, induljanak el! Én majd megkeresem a doktort! Tűz van! Tűz van! Hagyjanak! A keservit! Na, gyerünk! Most megérem vissza! Ne kis mire! Patkány!
Mi folyik itt? A kocsi! A kis patkány felgyújtott! Igen! Ő tette! Jimmy! Nem igaz, Silver! Hazudsz te! Ha valaki hozzáér a fiúhoz, magam ölöm meg! Világos? Olcsátok el! Azt mondtam, olcsátok el! Te csak ne parancsolgass nekünk! Kárugrálod! El fogjuk taposni ezt a kis férget! Ne feledd, megölte Hencet! És mindig keresztbe tesz nekünk! Silver! Mi szabad űrhajósok vagyunk! Vedd tudomásul! Mi a fel? Ahogy mondta! Szabad űrhajósok! Kretének gyülekezete vagytok. Gyere! Maradj mellettem! Maga is, doktor! A fekete foltot! Először tapasztaltam teljes egyetértést ennél a szedett-vedett népségnél. Ki akarták közösíteni Silvert, és a szavazásnak egyhangúnak kellett lennie. Igen. Mit képzelsz? A fekete foltot én rá? Miért? Mert nem hagyom megölni? Idióták! Az egyedüli ütőkártyánk Smollett-hez, hogy hazavigyen minket. Akartok tovább marháskodni, vagy elindulunk a kincsért? És velük mi legyen? Megkötözni. A gyereket nem. Adjátok rám! Ti szedelőzködjetek! Indíts! Mennyi időnk van még? Félő, hogy lekésik. Akkor pedig megölnek. Ha minden jól megy, szavamat adom rá, hogy megmenekül. Itt senki se fog vigyázni magára. Az nem segít rajtam. Lazán kötöztem meg. Sok szerencsét, Mr. Silver. Ne cibáljanak! Sok szerencsét. Gyere, Silver! Gyere! Hozzon már! Gyere már! Ezt minek? Ha le ne maradjon! Nem marad le. Fenébe te! Örökösen parancsolgat. Gyerünk, kis patkány! Mozgás, Ogi. Nyugi, megyek már. Lovat, valahogy nem tetszenek azok a felhők. Oda se neki, kapitány. Jimmy, hol a kalapács szírt? A térkép szerint oda át. Mi? Túl a síkságon. A rohadt életben. Ebben a hőségben. Jimmy! Au! Állj fel! Azt mondtam, állj fel! Újra fordított egyet a köpönyegé, Mr. Silver? Ez nem neked szólt. Nekik. Mi van, Ogi? Megyek már! Megyek! Ez az Isten verte hőség. Na, jössz már! Thank you.
Pihenjünk egy kicsit. Még csak az kéne. Mozogjatok. Szép vidék. Gyönyörű. Azt meghiszem. Álmomban ne jöjjön elő. Mikor érünk oda, Silver? Mikor? Bár tudnám. Szép, nagyon jó. Messze van még. Már mindjárt ott vagyunk. Nagyon fáj. Nem. Nyomás. Hé, Silver! Gyere! Mi az? Hello. Mi az ördög? Találd el, ki ez. Segíthetek? Ráismerek a csatjára. Hé, Silver! Nézd, ez Omer! Neki volt ilyen csatja. Emlékszel? Együtt szállt le Flinttel. Az. És Flint jelzést hagyott nekünk. Nézd a kezét. Hogy? Arra mutat. Kövessük Omer csontúját. Még egy csont vázott. Lehet, hogy mind a hatot megtaláljuk. Ki az Ogi? Mutat valamerre. Mutat! Arra! Micsoda terep a fenébe. Gyere, add a kezed! Idiót! Csak segíteni akartam. Elítja. Várj! Lassabban. Pokoli menetelés volt, de Silver kitartott. Elképesztő akaraterővel sántikált tovább. Mennyi csontváz? Akár a dinoszauruszok a földön. Ők is ide jártak meghalni. Silver, álljunk meg. Tartsunk egy perces pihenőt. Akkor elkésünk, és egy teljes évig csak pihenhetünk. Ezt egyszerűen nem lehet kibírni. Ha én bírom fél lábbal, ti is bírjátok kettővel. Bengál! Bengál, ide! Oldozom ki gyorsan. Magukkal vitték Jimmy-t. Tudom, láttam. A fenség felé tartanak. Ha sietünk, talán el tudjuk kapni őket. Oké. Okay. Hé. Ez eddig a harmadik. Számíthatunk még három. Mindenki tudja, hogy Flint 6 emberrel szállt le, és egyedül jött vissza. Flint jól elszórakozhatott. Hogy volt képes így szétszincálni? Úgyhogy szörnyeteg volt. Előszeretettel vagdosott le karokat, lábakat, fejeket. Gyere, Jimmy, kövessük a jelzést. Ez ki lehetett? Az ördög tudja. Talán Tim Bernie. Én is rátippelek. Őrület. Flint nem volt teljesen komplett. Az, de ha itt volna, hatnál több halott volna. Engem kiráz a hideg ettől a helytől. Mit majrézol? A halottak nem térnek vissza. Nem láttad meghalni, csak kiabálni hallottad. Darby McRow, hozd nekem egy drákot, mielőtt kisétált az űrbe. Gyere, Jimmy. Mint egy rakás berezelt vénasszony. Thank you.
Doktor? Igen. Ott. Hé, ezek meg kik volnának? Semmerre sem mutatnak. Nem, akkor helyben vagyunk. Nem. Flint üzenni akart nekünk valamit. Azt, hogy menjünk vissza. Haza. Üzenni akart? Aha. Mit? Hé, hey, Jimmy! Csökkik a tetű! Utána! Gyere, hajj meg, te kis patkát! Nem értem! Gyere, hajj meg, te! Hajj meg! Gyere! Fogd le! Maradjunk! A barátom! Megvan! Jimmy... Ezt nem vártam tőled. Úgy bánjak veled, mint egy állattal! Azt akarod? Azt akarod? Ki az? Egy fantom! Az, egy fantom! Egy szellem! Hofa be! Darby McGraw! Darby McGraw! Meglátják! Darby McGraw! Hozd már azt a drákot! Flint utolsó szavai! Ez Flint szelleme! Nem szellem! Húsvér ember! Hol vagy? Kerülj csak a kezem közé! Elkésünk. Akartok még egy évet várni a kincskereséssel? Gyerünk! Mozgás! Rajsza! Gyere! Szedd a lábad! Ez Flint! A fejemet idióták! Vigyázzon Jimmyre! Ne féljen! Ott fog kikötni, hol kell! Most! Oké. Gyere! Vigyázz! Vedezék be! Félre! Vigyázz a Flint bosszúja! Gyerek szép nagy! Vigyázz! Oh, rajta! Vigyázz!
Hajrá, Doki! Repülök! Látsz valamit, Morgan? Igen, ezt a gyönyörűséget. Nézzetek körül! Sikerült! A doktor, a lovag, a kapitány. Nincsenek sehol! Győztünk! Miénk a terep? Hol az árnyék? Hol az árnyék? Ott, gyere már! Hé, Silver! Mi történt? Add a kezed! Arra megy! Hol van? Hol az árnyék? Mi történt? Hol van? Hát itt. Itt vagyok! Aztán itt, itt! Na, lovag, hol a maga napja? Kapitány, maga egy mániákus kötözködő és pessimista. Nap nélkül nincs kincs. Eltűnt a nap. Hová, ha nincs árnyék? Jöjjön csak! Még egy perc. És a nap sehol. Doktor! Gyengád! A kölyök! Hol? Ott! Látod? A doktorhoz fut! Hé, hey, Jimmy, kapcsolj rá! Nincs vesztegetni való időnk! Ki az a másik? Nem tudom. Jelő. Átkozott! Új jelő! Anna! Anna! Előbb! Hurra! Hurra! Ott maradj! El nem mozdulj! No, kapitány! Ott az én napom! És a kalóza is! Úgy ragyog, mint az arany! Sietünk el! Ha? Futás! Oda lenn a folyónál! Ott az árnyék! Oda mennek! Elrabolják a kincsünket! Nézd, Silve! Ben! Ben Gunn! Ben egy láda fegyvert rejtett a folyóba! Jöjjön! Hát itt van! Ott a kincs! Az a fegyveres láda! Elő a fegyverekkel, gyorsan! Hagyhatjuk. Inkább segítsünk nekik. Igen, fogom. Na, nézzük. Fogod? Jézus. Fogod? Más. Hé, emberek! Van
egy űrhajó, balra a völgyben. Minden földi jóval van ott kaviár. Meg van pezsgő. És kaviár. És pezsgő. Hé! Fenn a fürdőszoba nem üzemel! Ez tényleg nem normális, most hova visszük a kincset? Jimmy visszafoglalta a Hispaniolát. Ez igen, gratulálok! Akkor indulás! Hová? Három éven át csellengtem körülötte. Micsoda kópé, a vízbe rejtette. Csak benne csavarodjon. Jól fest, mi? A vízbe rejtette. Flint! Hát nem elragadom! Flint! Megbocsájtok neked! Még nem is mondta, hogy tetszik az űrhajónk? Nagyon, nagyon tetszik, uram. Az én választásom. Ó, tényleg? Igen, sokba került ez mindnyájunknak. De megérte? A lovag egyből kiszúrta magának a zsákmány egyik legszebb darabját, és mint valamilyen aszték uralkodó, páváskodott vele. Kapitány, a gyerek jó munkát végzett. Azok után, ahogy engem a Hispaniolán kezelt, el voltam készülve a legrosszabbra. Űrveteránhoz méltó, Jim. Örömmel látlak majd a földön, az űrhajós akadémián. Ez a beszéd. Attól tartok, a podgyászti rajtaján kell beszállnunk. Majd csak bepréselődjünk. Isten hozta az uraságokat. 7 próbás csibész, de nekem tetszik. Vártam már önöket. Közben kitakarítottam. Ideje volt. Tudja, Mr. Silver, sok embert ismertem, de egyiknek sem volt olyan vastag bőr a képén, mint magának. Igazán hízelgő. Ó, hogy el ne felejtsem. Tessék az órája. Még jár. Nos, uraim, tálalva van. Csak azért tűrjük meg, mert szükségünk lesz a munkájára a Hispaniolán. Igen, uram? Na hát, szabad? Csodálatos. Az csak ugyan. Mr. Silver, lenne szíves segíteni Mr. Bengánnak a berakodásnál? Hogyne, uram? Köszönöm. Szegény ördögök. Úgy tűnik, jól megvannak. Hát, nem igazán. Szálljunk be, Jimmy. Hosszú John. Hello, Ben. Hát, ez volna Flint kincse. Csak volt, de már az övék. Örülsz neki? Hát, jobban örülnék, ha az enyém volna. Én szintúgy. Na, nyomás. Emeld meg. Na, vigyük már! Ólomból! Thank you.
kincses sziget. Mi van, Jimmy? Semmi. Nézd meg utoljára. Hazamegyünk. Igen. Talán mégse kellett volna itt hagyni azokat a nyomorultakat. Nem lett volna szép tőlünk hazavinni és felakasztatni őket. Se tisztességes, igaz? Igaz, uram. Hagytam nekik élelmet, gyógyszert, különböző szerszámokat, meg instrukciókat Bengál menedékének használatához. És talán eltekinthetünk az űrrendőrség értesítésétől. Viszont feltétlenül tájékoztatnunk kell egy mentőexpedíciót. Köszönöm, uram. Ó, Mr. Gunn, segítene. Átöltözni? Szolgálatára, uram. Helyes. Utólagos engedelmével, uram, használtam egy keveset a samponnyából és a hajolajából. Hibiszkusz elhagyásához sebességet 20%-kal növelni. Hibiszkusz elhagyásához sebességet 20%-kal növelni. Bocsánat. 34, igaz? Csak mi vagyunk itt technikusok. Nélkülünk sose jut haza az űrhajó. De sok szépet láttunk. Az a rengeteg arany, gyémánt, smaragd. A lovag gazdag, neki nincs szüksége rá. Jimmy nem tudja értékelni. A doktor? Ő megveti az aranyat. Beszéljünk nyíltan. Csak mi ketten tudjuk igazán értékelni az aranyat. Hát, ha nem, akkor nem. Az út hazafelé eseménytelen volt, de a jól végzett munka örömében valamennyien osztoztunk. 8 tag egy halott ládáján. Jó-ho-ho, és egy hordónyi drág. 8 tag egy halott. A lovag elemében volt. Értők kézzel rendezgetve a fantasztikus kincseket, az üres fegyvertárat mesés ékszer kiállítássá varázsolta. És most egy nagyot ugrom az elbeszélésemben. Ugyanígy álltam a pult előtt, amikor a földi körpályára értünk a nagyugrás után. És akkor feltűnt nekem, hogy Silver nincs közöttünk. Keresésére indultam, és a konyhában találtam rá. Tudod, Jimmy, ezt a fickót régóta ismerem. Igaz? Mi? Jó barátom. Legyen egy másik jó barátomé. Szevasz. Ti valahogy összeilletek. Jimmy, figyelj rá. Sok mindent fog mondani neked. Hogy Pollit nekem adta, több volt baráti gesztusnál. Utána nyomban beszélni kezdett meglepő nyíltsággal, ahogy még soha egész ismerettségünk alatt. Mindent elmondott magáról, és a végén közölte,
hogy nem jön vissza velünk a földre. Még azt is elmondta, hogyan próbálta cinkosává tenni a kapitányt hozzátéve, mennyire becsüli Smollettet. Szavai annyira megrendítettek, hogy nem is tudom, hogy kerültünk a mentő rakéta hangárjába. És elérkezett a válás pillanata. Nem akarsz velem jönni? Csak később jöttem rá, hogy távozásával mindnyájunk dolgát megkönnyítette. Így tűnt el előlem, hosszú John Silver. Hispaniola, figyelem, ismeretlen objektum az önök körzetében. Hispaniola, figyelem, ismeretlen objektum az önök körzetében. Nyolcszak egy halott ládányán, jaholó és egy hordó. A többi kimúlt, kitörte a nyakán. Hová mehet? Ez az élet, Jimmy. Figyelem, Hispaniola. Engedélyezzük a leszállást. Kezdjék meg a leereszkedést a 36X4-es szektorban. Öveget bekapcsolni. Már is? Gyere. Gyorsabban. Következő megálló a föld. Magyar szöveg Kálmán Éva, szaktanácsadó Zsoldos Péter, hangmérnök Morassi László, rendezőasszisztens Lakos Éva, vágó Talpas Iván, gyártásvezető Németh Piroska, szinkronrendező Tomasevics Zorka. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült.